Jó estét kívánok, Pózdium! Ez annak a műsornak a címe, amelyel havonta jelentkezünk itt az Ózdi Városi Televízióban. Pódium beszélgetésekre várom önöket olyan vendégekkel, akik már vagy nagyon régen, vagy még sohasem jártak Ózdon. Minden alkalommal megismerhetnek majd egy olyan helyi előadót is, aki valamilyen szállal kapcsolódik beszélgető partneremhez. Higgyék el, érdemes velünk tartani, és olykor-olykor eljönni ide a beszélgetés helyszínére is, az olvasóba. A nézők már itt vannak, vendégeink is megérkeztek, semmi akadálya annak, hogy kezdjünk. Töltsék a következő több mint egy órát velünk. Kellemes szórakozást! Az arcodban láttam a magam arcát, az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszek az álmomban egy életen. Te vagy a szívembe írva, Magyarország. Te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem. Ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébred, te vágy. Gyere is bújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébred, te vár. Gyere és bújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak. Magyarország, idegen földön, ha járok, Magyarország, velem az út is megfordul haza hozzád. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem, Magyarország, milliók áldása szálljon rám. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned tovább. Ahogyan ők élnek bennem, Magyarország, milliók áldása szálljon rám. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, áldása szálljon rád. Oh.
Olá Ibolya Magyarország című dalát Berki Alextől hallhatták. Berki Alex Ózdon született, Arlóban él. 2007-ben volt a legelső fellépése az általános iskolában. Ekkor kezdett komolyabban foglalkozni a zenével, a Sixiben szerzett szakmát, és ott is érettségizett, a középiskola énekkarának is tagja volt. Két sikeres év után az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola drámaszakán kitűnővel végzett. Igazán nagy áttörést a 2017-es év hozott számára, amikor is csatlakozott az Ómi Zenész Színház társulatához. Részt vett a Nemzeti Színpántlikák bemutatóján, játszott a szlovákiai Mágnás Miska előadáson. Az Ómi Zenész Színház kötelékében a lengyel-magyar barátság erősítése kapcsán kiutazott Hozsúvba is, ahol közös koncertet adtak a helyi zenész csapattal. 2019-ben szerepet kapott a Her című musical Ózdi ős bemutatóján. A darabbal a Vastaps díjat is elnyerték Salgótarjánban. Jelenleg a Miskolci Egyetem Ózdi kihelyezett tagozatának hallgatója. Most pedig egy újabb dal, Callum Scott, You Are The Reason, Te Vagy Az Oka. Énekel Berki Alex.
Olá Ibolya elképesztő összetett személyiség, aki egy nagy tehetség minden stigmáját hurcolja magán. Az érzékenységtől, a hajlamtól az összezuhanásra, a lenyűgöző előadásokon át a váratlan fordulatokig. Ezt mondta róla Presser Gábor. Én se mondhatnék igazabbat, de mások is hasonlóan vélekedtek, vélekednek. Ős tehetség, zseni, díva, aki élőben és CD minőségben énekel. Olykor eleltűnik, de csak időlegesen, azért, hogyha visszatér, elkápráztasson bennünket. Jött volna már júniusban hozzánk, de most végre itt van. Olá Ibolya, énekes, dalszerző, a Pózdium színpadán. Jó estét kívánok mindenkinek, csókolom, sziasztok! Kedves Ibolya, örülünk, hogy itt vagy, itt lehetsz a járvány ellenére. Én köszönöm a meghívást. Magyarország, ez a dal hangzott el itt az előbb, ami a te életedben is egy meghatározó pillanat volt, mikor ezt elénekelhetted. Mit szóltál ehhez a produkcióhoz? Hóha, Magyarország című dal, számomra is egy nagy kihívás volt, amikor először felkért a Geszti Péter, hogy legyek ennek a dalnak az arca. Számos embernek beletört a bicskája, megpróbálták mások is elénekelni. Én azt gondolom, hogy mi is a neved, drágám? Alex. Hogy nehéz ezt a dalt, drága Alex-el énekelni, viszont ez a fajta előadás, ez tetszett, és köszönöm. Ezt ugye egy augusztus 20-ai alkalommal adtad elő először pontosan. Azt hiszem, igen, már nagyon-nagyon régen volt, 2005-ben talán az arckiállítás volt, amit a Geszti Péter rendezett, és ennek kapcsán csatolta ezt a debütáló dalt. Talán a közönség is emlékszik arra a klipre, hogy ott állsz a híd felső pillérén, az valóban így történt, ahogy a klipben látszik, vagy ez valami trükk? Nem volt trükk. Inkább az volt a legeslegfélemetesebb a történetben, hogy aláírattattak velünk egy elismervényt, hogy ha bármilyen baleset ér bennünket, akkor nagyon sok pénzt kapunk. Kötél nélkül is, minden nélkül. Azért egy kemény volt. Emlékszem, hogy egy kis harisnya, kis zokni volt rajtam, és nem tudtam felmenni, mert a gyalog kellett megmászni. Plusz volt még létra, akkor fölértünk a fenti részre, ott még valahogy a technikusokat azt a valamit így. Mert annyira be volt rozsdásod, hát ki megy olyan gyakran föl oda, hát senki. Úgyhogy ezt ilyen kalapáccsal, vagy valamivel megpróbálták kinyitni, és sikerült. Emlékszem, hogy a helikopter az így száguldozott így körbe-körbe. Egy ekkora kis magnót raktak oda, ami a helikopternek a zaja az így eltömörítette. Semmit nem hallottam, csak vaktálva. És akkor az volt a legeslegviccesebb, hogy volt egy nagyon híres hegedűművész, aki megpróbált a semmibe hegedülni. Hogy csináltuk meg, azt a mai napig nem tudom. De sikerült. Igen. Az a hír járja rólad, vagyis akkor ugye nem járnak a hírek, hogy eltűnsz egy bizonyos időre, de itt mielőtt feljöttünk ide, beszéltük, hogy ez igazából nem is eltűnés, hanem a sajtó elől tűnsz el te igazán. Volt egy olyan időszak az életemben, amikor rendszerességgel a sajtó írt rólam, és a médiában voltam bent, vagyis szerepeltem. És rájöttem, hogy én attól nem leszek nagyobb és jobb, ha minden nap szerepelnem kell, és mindenféle hülyeséget írnak a sajtó. És azt mondtam, hogy akkor én most ebből a történetből így teljesen így eltűnök, és az eltűnésem oka is munkával telt gyakorlatilag. Rájöttem, hogy nagyobb és jobb és szebb munkák találnak meg,
úgy, hogyha nem folyok a csapból. Nem mehet ez a karrier rovására? Szerintem nem, mert hogyha tudatosan tudod, hogy mit szeretnél, én nagyon-nagyon szeretem a színház, a sanzon világát. Ebben találtam önmagamra, így találkoztam ismét Presser Gáborral, így találkoztam olyan zenészekkel, kiváló színészekkel, akik igazából csak a tévében ültem volna, aztán áradoztam volna, jaj, de jó lett volna velük dolgozni. Nekem meg megadatott ez a lehetőség. De azért volt olyan időszak, mikor különféle műsorokban szerepeltél, gondolok itt például az Összezárva Friderikusszal, vagy ugye külföldre is utaztál egy ilyen... Az még nagyon az eleje volt. Viszont azt nagyon élveztem a Sándorral, nagyon-nagyon szerettem. Nagyon izgalmas volt, érdekes volt. Azt el kell egy meséljem önöknek, hogy nagyon félt. Így lerágta a körmét. Ő tőled? Igen. És megkérdezte az előző menedzseremtől, hogy milyen paszban van az olajbolya. És azt mondta a menedzserem, hogy minden rendben van, most jó paszban van, nem lesz semmi baj. Szóval nagyon-nagyon izgult. Talán azért is, mert azért mindent mondtak rólam, és én egy megosztó személyiség vagyok, tehát, hogy akkor mosolygok, amikor én szeretek. Nem igazán vagyok egy olyan típus, mint egy marionett bábú, és ezt szerintem a Sándor is tudta. De nagyon jól sikerült, csináltam neki egy sótlan csirkepörköltet. Mert én sótlanul szeretek mindent, de kiderült, hogy ő is. Vagy csak udvariasságban megette, de egyébként finom volt, én is megettem. De nyilván azért gondolt ezt rólad, mert hát az a hír járja rólad, hogy balhés vagy, hisztis abszolút vagy, elviselhetetlen. Nem, abszolút nem. Nem. Piszok egyszerű embert képzelj el. Ennyi. Ha nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne úgy szólítsanak, tehát ne úgy szóljanak hozzám, ahogy nem kéne. Én azt gondolom, hogy mindenkinek kijár a tisztelet. Viszont a tisztelet az csak úgy jár ki, hogyha te is megadod, mondjuk ha én megadom neked, te megadtad nekem a tiszteletet, én megadom neked. Ez a kölcsönös tisztelet, ami szerintem működik. Akkor az igazabb, amit Presser Gábor mondott, hogy csiszolatlan, pontosabban nem csiszolatlan, hanem csiszolhatatlan gyémánt vagy? Szerintem ő ezt arra mondta, hogy az a jó, amikor nem tudom, hogy mit csinálok a színpadon. És akkor azt mondta, hogy senki ne szóljon. Hagyjátok. És mindig összejön. Viszont ez kevés volt már ahhoz, hogy az ember tényleg rutint szerezzen, tapasztalatot. Nagyon fontos egy koncertnél, vagy nem is koncertet csinálok, én most már előadásokat, ilyen sanzon előadásokat, ami nagyon fontos a koncentráció. Az viszont nekem kevés volt. És nagyon-nagyon kellett koncentrálnom, például másfél órán keresztül arra az estére, arra a feladatra, ami éppen rám várt. Meg arra is rájött Presser Gábor, talán, ha jól emlékszem, ugye, hogy az se jó, ha mindent elénekeltetnek veled, hanem inkább az jó, hogy amit te akarsz elénekelni, vagy amit el tudsz fogadni, és magadénak érzel. Itt van a második. Nekem nagyon fontos, amikor hallok egy dalt, vagy ha írnak egy dalt nekem, akkor nem akarok nagyot mondani, de muszáj lássam magamat egy színpadon. Lássam vizuálisan a történetet, mert akkor érik meg bennem, és utána meg itt érik. Nem tudom ezt másképp elmondani. Remélem nem mondok hülyeséget, de talán nem. Így megy, ha nem elég egy dalt elénekelni, szépen is el lehet énekelni, viszont nagyon nehéz egy dalt a magadévá tenni és előadni, úgyhogy mások is megértsék, amit szeretnél kifejezni. Ugye 2003-2004 az egy fordulópont volt a te életedben, de akkor minden megváltozott. Voltak egyébként korábbi próbálkozások is már, ugye itt gondolok a Kifutóra. Volt egy ilyen műsor is a Megasztár előtt. Én mikor megszülettem, szerintem
Már gyerekkoromban is tudtam azt, hogy nekem a színpadon kell lenni. Ha? De a színpadon vagy énekelni? Mindent a színpadon kell, hogy csináljak. Nem, valahogy vonzott. Próbálkoztunk annó rengeteget, kevés volt még a lehetőség. Viszont a kifutót, azt nagyon élveztem ott, azt hiszem, hogy második lettem. Úgy átmaskíroztak, hogy olyan voltam, nem tudom hány évesen, mint egy 30 éves megletnő. Szóval érdekes volt, izgalmas volt. Végül is a Megasztárban is második lettél, de ez tulajdonképpen a karriered szempontjából semmit minden. Nem jelentett. Így van, így van. Akkor egyébként meglepődtél, hogy, vagy hogyan fogadtad ezt, hogy... Nem, abszolút nem. Nagyon nehéz volt ez a műsor. Azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt volt egy Ki mit tud fesztivál, és utána 10 évig nem volt semmi. És ez volt az első olyan nagy zenés műsor 10 év után, hogy szenzáció volt az emberek számára. Hát emlékszem arra, hogy szombaton egy darab ember nem volt Budapesten. Mondom, egy fővárosban nincsenek emberek, mindenki elment vidékre. De hát nem, mert mindenki leült a tévé elé, és akkor nézte. Más volt, de viszont élveztem nagyon, nagyon nehéz volt, és rájöttem, hogy hogy lehet ezt az egész történetet megnyerni. Úgy, hogyha az ember koncentrál, nem megy feleslegesen pubokba énekelni, mert minden csütörtökön elvittek bennünket, de hát itt sokkal jobban lehetett pihenni, hogyha nem megy az ember sehová, hanem csak a feladatára koncentrál. Ez, hogy hétről hétre valami új dallal kell dalt. Hát ez borzasztó volt, hallod? Ez borzasztó volt. Hát ez úgy, hogy én nem is tudtam angolul. És ilyen fonetikusan írtam le a szavakat. Úristen! És akkor volt a csapatunkban volt három olyan ember, aki tudott anyanyelvi szinten angolul. Szóval nehéz volt. Nehéz volt, ráadásul az utolsó héten ilyen 3-4 dalokat kellett megtanulni. És persze hát nem magyar, hanem angol. Hát nehogy már könnyű legyen a helyzetünk, de minden esetre megoldottuk. És azt mennyire bírtad elviselni, hogy végül is a külsődön is alakítgattak? Nem a saját ruhádban voltál, smink és egyebek. Gondolom, ehhez a korábbi életedben nem voltál szokva, hogy más mondja meg azt, hogy nézzél ki meg, milyen ruhát vegyél föl. Vagy ez egyszerűen ment? Nem ment olyan egyszerűen, viszont egyszerűbb volt, mert a műsor ideje alatt már nagyon szépen lefogytam, és rájöttem, hogy ez is jól áll, az is jól áll, hát miért ne lehetne? Ez a 10 kiló, ez igaz, hogy annyit fogytál? 10-12 kiló jött le az alatt az idő alatt. Azért ez már nagyon megterhelő volt fizikálisan, mentálisan és minden. Ott se volt veled egyszerű dolga a szervezőknek, szerkesztőknek, hiszen ha jól tudom, szerződést se írtál alá. Szerintem én elmondok neked egy titkot, szerintem a szervezők azt se tudták, hogy mit csinálnak. Úgyhogy ott aztán nagy káosz volt, nagy Chicago volt. Nem volt ilyen. Aláírtuk szépen a szerződést, ahogy kell. Ennyi. Akkor mikor a többiek? Hát nem igazán elégedtünk meg. Nem voltunk elégedettek a szerződéssel, de hát, hogyha versenyezni akarok és változtatni az életemen, akkor ezt alá kell írnom. A Megasztár után, ami jött, az igazán meglepett, ha jól gondolom, vagyis szokatlan volt, inkább azt mondom, hogy ugye megismernek engemet is meglepett nagyon. Idegen emberek úgy jöttek hozzá, mintha évek óta barátok lennék. Hello, Ibike, hogy vagy? Mi újság van? Hát ez majdnem olyan volt, hogy emlékszem, mikor együtt csütöttünk szalonnát? Nem. Szóval meg ilyesmi. Nagyon érdekes volt, féltem tőle, attól a világtól, és rájöttem, hogy mennyire kemény. És húha, fel kell kötni a gatyánkat, igen. Megem. És hát utána voltak még azért elvárások veletek szemben, tehát ugye kellett menni turnézni, és közben a feltételek meg nem voltak megteremtve. Hát nem hozzá. Voltak adottak a feltételek, igen, úgyhogy én fel is mondtam ezt a történetet. És még addig, míg a többiek elmentek dolgozni, addig én elmentem vissza a Tiszadobra, Novák Péterékkel, a zenekarral, és mi megcsináltuk az első lemezt.
Mert hogy ez tényleg úgy van, amit nyilván nem látunk a csillogásban, hogy neked olyan problémáid voltak a Megasztárt követően, hogy például nem volt mit tenni, mert hogy nem fizettek, nem kaptak pénzt. Nem, ilyesmi nem volt. Nem tudom, melyik lapot olvastad. Mindent, amit csak tudtam. Nem, szívesen elolvasnám. Nem, az a nagyon... Nagyon nehézkes volt, tehát azért Tiszadobról fölmenni Pestre, meg A-ból B-ig, nem igazán voltak így jól megszervezve a dolgok. Tehát a kaja az dögivel volt, az mindig. Tehát azzal nem volt probléma. Emberek is voltak a koncerten dögivel, de csak nagyon nehéz volt ezt így leegyeztetni. Tehát az ott is volt ilyen feje tetején álló dolgok. Az, hogy ilyen kemény lettél, az visszavezethető a gyerekkorodra nyilván? Nem vagyok én kemény, én vagyok a világ legnagyobb szerethető embere. Igen. Ugye, anyukám? Ezt biztos tudják, akik közel állnak hozzád. Hát én a magánéletemben is nagyon-nagyon igyekszem pozitív lenni. Nagyon sokat bohóckodom neved, és sőt, még saját magamat is elszórakoztatom. Szávasz, Szivi, tudod, reggel. Érted? Te nem szoktál ilyet csinálni, anyukám? Nem, mi? Na jó, van. Szóval, később megbeszéljük. Szóval a gyermekkorodról, csecsemőkorodban már egy gyermekotthonba kerültél. Igen. Édesanyám, hála jó Istennek, berakott, igen. Édesanyám nagyon fiatal volt, azt hiszem, hogy 17 és közel 18. Ez még gyermek, leányanya volt, tehát azért munkája nem volt. Azért más voltak azok a fajta körülmények, tehát a mamám, stb. De erről nem igazán szeretnék beszélni, de azért sem, mert sok mindent nem tudok, és hülyeséget meg nem akarok mondani, nem akarok megbántani senkit sem. Nagyon gyakran kellett költöznöd, ha jól tudom, 13 vagy 14 helyen is voltál. Hát ez azért így van, ez azért adódott így, szerintem ez a mai napig nem változott a gyermekvédelmi rendszerben. Nem tudom, lehet, hogy változott. Változott? Kacsincs. Változott, igen. Abban az időben nem. Az volt a szokás, hogy ha az édesanyja nem mondott le rólam, viszont, de nem fogadhattak örökbe, ezért az volt, hogy ha édesanyám más-más megyébe utazott, akkor nekem is automatikusan mennem kellett abba a megyébe, és ezért voltam ennyi nevelő otthonban. És akkor mindig új környezet, mindig új társak, mindig új... Igen. Borzasztó volt. Furcsa volt, már kis pakoltam a bőrönt egy ilyen sportutazótáskát. És akkor ez egy ilyen zárkózottságot is eredményezett? Hát szerintem igen. Tehát egy gyerek, azt gondolom, egy gyereknek az megszokott környezetben kéne felnőni, nem az, hogy vándorol A-ból B-be, mert az így megsínli egyébként lelkileg is, mentálisan is, fizikálisan is. De hát evans. Mennyire voltak szigorú szabályok egyébként ezeken a helyeken? Nem emlékszem. Nem? Nem. Amire én emlékszem, és értem, legjobb évei voltak, azt hiszem, hogy 96-ban mentem Tiszadobra, és azok voltak a legszebb éveim. Na, ott megéltem a gyermekkoromat, a tinédzser koromat és a felnőtt koromat. De ehhez kellett anyácska is, ugye? Természetesen, igen. De az első találkozás vele se volt olyan zökkenőmentes. Szerintem anyum az kapkodta a fejét, mert nagyon érdekesen vittek bennünket Tiszadobra. Mert hogy nem egyedül mentél. Nem. Még velem volt 3 leányzó. És hát kapkodta a fejét. De aztán utána minden így elrendeződött. És sokáig nem találtam a helyemet. De utána már egyre jobb lett. Tehát tudod, az idő az a legnagyobb gyógyír mindenre. Még nem is akkor találkoztatok először, ugye? Volt egy korábbi találkozás, amire te lehet, hogy nem is emlékeztél. De emlékszem, emlékszem anyámra. Volt Nyíregyházán, nem tudom milyen faluban voltunk, ott volt egy tehetségkutató verseny,
És akkor minden egyes megyéből jöttek gyerkőcök, és mindenki előadhatott bármit. Hát én meg a nyomorultakból énekeltem egy részletet, de így akapellába is akkor anyum szerintem ott látott meg. De nem beszéltünk, szerintem csak ő látott, én nem láttam őt. Viszont egy 3 év múlva már dobon voltam, és azért így nagyon tetszett, hogy akkor kiszálltunk a búzból, és a srácok, minden srácnak hangszer volt a kezébe. Úgy éreztem magam, mintha elmennénk egy táborba, csak 2 hétig kell itt lenni, aztán utána visszamehetünk Nyírbátorba, de hát ez nem így volt. És nem volt nehéz a beilleszkedés egyébként a srácokkal. És azt hiszem, egyszer anya kijött az irodából, és akkor azt mondja, akkor te voltál az a kislány, aki ott énekelt. Mondtam anyumnak, hogy ja, igen. Ez jó, örülök, hogy itt vagy. És visszament dolgozni. És utána a ti kapcsolatotok hogyan mélyült el? Tehát, nem is emlékszem. Nem voltam egy minta gyerek. Arra emlékszem. Eddig borsot törtem az orra alá. De talán azért is volt ez, mert nem... Abban az időben nem tudtam, mi a helyes, és mi a helyes, és mi a helytelen, és azt hittem, hogy az a jó, de közben rájöttem, hogy nem. Mekkora hibát követtem el, azt a basszus kulcsit, itt biztos, hogy nagyon nagy büntetések lesznek. De hát később kezdett. Volt egy nagyon érdekes történet, amikor el kellett hagynom Tiszadobot, hogy megtapasztaljam, milyen a nagybetűs élet. Nagyon keserű volt az íze. És még az olyan kaját is megettem, amit nem is szeretek, az a puliszka. De úgy szerettem, hát ne tudják meg anyukáim, úgy szerettem, úgy habzsoltam be, hogy azt mondtam, hogy hát igen, megtapasztaltam, milyen az, amikor nincs mit enni, milyen az, amikor nincs hová lehajtani az ember fejét. Nagyon sok mindent megtapasztaltam, és azt mondtam, hogy ha egyszer visszamehetek majd Tiszadobra, akkor biztos, hogy másképp fogok mindent csinálni. Ez egy nagyon nagy tanuló lecke volt. Igen. Ugye anyácska is azt nyilatkozta rólad egy interjúban, hogy 2 éned van. Az egyik az angyal, a másik meg az ördög. Ez tényleg így van? Hát így lebeg itt a fejem felett az angyalka, és az ördög az mindig mellette van. De nem, erősebb az angyalka. Erősebb. Úgyhogy, és ez, hogy te énekelni fogsz, vagy egyáltalán erre a versenyre nevezel, abban ő segített, vagy ezt magad döntötted el, vagy kivel beszélted meg egyáltalán? Hiszen ha jól tudom, vagyis mondtad is, hogy mindig is a zene érdekelt meg a színpad, de a tanulmányaid, amit rád kényszerítettek, vagy rád osztottak, azonnak ugye köze nem volt a zenéhez. Nagyon szerettem iskolába járni mellette. Ez jó volt. Mert hogy minek tanultál? Az is, hát igazából engem nagyon érdekelt a zene. Viszont abban az időben nem volt lehetőség, mit tudom, egy zene szakközébe menni. Beraktak egy ilyen varoda valamiben. Életemben nem láttam még zinger varógépet, arra sem tudom, hogy kell varni, de minden esetre van egy varró szakmám. Aztán, mikor dobra kerültem, csináltam 1-2 hülyeséget, aztán anyum nem akarta, hogy úgy elmenjek úgy a nagyvilágba, mert azt mondta, hogy ennél sokkal többre vagyok hivatott. Most már értem, hogy miért, de akkor először azt hittem, hogy fűszernövény termesztő voltam, mondom, erre vagyok hivatott. Így magamban gondoltam, aztán én rájöttem, hogy nem. És az alatt az idő alatt azért ezt megcsináltam, ezt a fűszernövényt, ami nem rossz, mert a mai napig tudom használt venni. Ez egy tök jó. És hát persze volt az utána való elmenetelem, utána visszajöttem, és én elkezdtem takarítani a kastélyban. Amit én nagyon élveztem, és a kollégáim, és asszonkák, azokat is nagyon-nagyon szerettem, és nagyon élveztem velük dolgozni. Erről, amit olvastam, hogy ott is annyira meg akartál felelni, hogy 5:30-ra már megfőzted a kávét, és 6-ra már kitakarítottál egy nagyon rész. Nagy volt a felelősség. Amikor anyum azt mondta, hogy figyelj, van egy lehetőség,
takarítás a kastélyban. És szeretném, ha, szeretnék büszke lenni rád, és ne hozz rám szégyen. És igen. Na, hát aranyosak voltak a munkások, jöttek öcsiék, megfőztem a kávét, mindenki megkávézott, mire anyum jött fel az irodába, már az a gazdasági rész, és mindenki volt takarítva. Mi meg mentünk fel az asszonyokkal a szobákba. Hát 50 darab szoba volt, hát szép andrási kastély. Igen. De akkor is tudtad, hogy nem az élet célod ez a munka, amit csinálsz. Persze, de meg kellett tapasztalnom, milyen az 8 teljes órában dolgozni. Úgy képzeld el, hogy másnap nem bírtam megemelni a két karomat. Én nem is gondoltam, hogy a takarítás az ilyen kemény fizikai munkával jár. Szóval, hogy hát gondoltam úgy rendesen, hogy igen, és volt, amikor nem 8 órán, mert több órán kellett dolgozni, hát volt, amikor este is be kellett menni, mert esküvők, nagy ilyen zongora fesztiválok voltak, ilyen tök érdekes volt, de most ott vagyok, legalább egy jót alszom másnap, aztán ennyi, úgy voltam vele. Meg közben én besegítettem Júlcsi néninek az iskolába, tehát amikor vége volt délután, 3-kor a munkámnak, akkor én mentem a szakmunkás suliba, és ott segítettem. Ez jellemző volt rád, hogy a felnőttekhez ragaszkodtál, vagy a felnőttek közelébe akartál kerülni, ha nem is tudatosan? Nem tudom, hogy tudatosan, viszont szerettem velük beszélgetni. Mert azért nagyon sok felnőtt, nem is, inkább pedagógusok voltak zömme, szépen és választékosan beszéltek, és nekem is rájöttem, hogy kicsit problémás, amikor el kell kezdenem beszélni. Jóval előrébb vannak a gondolatok és a mondatok. Aztán volt egy időben, amikor egyszerűen nem tudtam így a szavakat így egymás mellé tenni, tehát ezért kellett. Persze, meg az olvasás, az még az is hasznos. Meg a versek. Hát bevallom neked, hogy verseket keveset olvastam, én utóbbi 4 évben olvastam rengeteget. Igen. De ott, mikor készültél erre a versenyre, vagyis egyáltalán ez a gondolat már benned volt, és anyácska támogatott, akkor azért ott voltak olyan esték. Nagyon sokat próbálkoztunk anyummal, de hát nehéz volt. És akkor jött egy ilyen lehetőség, emlékszem, hogy bementem anyumhoz, mondtam neki, hogy figyelj, anya, én elindulok ebbe a műsorba. Viszont van egy kritérium, hogy meg kell írni valami önéletrajzot. Én még soha életemben nem írtam önéletrajzot. Segítesz? És mondta, hogy persze. És akkor anyum feladta, és akkor így kezdődött el, ugye? Jaja. Úgyhogy behívtak, válogatás, aztán sikerült bejutni, tehát gyakorlatilag minden zökkenőmentesen zajlott, hála jó Istennek. Aztán a végén úgy mentem el, igazából nem szóltunk senkinek, anyunk tudta, meg nagyon kevés ember, és akkor fizetés nélküli Szabira mentem el. Aztán volt a beköltözés, aztán így. És utána jöttek ugye a újságok, meg a váratlan dolgok, amit nem minden pillanatban tudtál úgy elfogadni, ahogy volt. Hát igazából nem is kell válaszolni, nem is kell találkozni most már az újságírókkal, mert elég, hogyha belenéznek a Facebookra, ránéznek a Facebookra, és akkor kreálnak valami érdekességet. Nagyon? Hát egyrészt, másrészt meg ezek a névtelen kommentek, akik ugye tesznek mindenféle megjegyzést. Nem is szoktam. Hát én életemben, vagy nem is életemben, de talán életemben, vagy 5-10-szer voltam a világhálón. Igen. Én annyira így el vagyok nélküle, tehát, hogy néha-néha rákacsingatok, aztán amit meg kell nézni, azt megnézek, amit nem, akkor nem. Az mennyire érdekel egyébként, hogy más mit gondol rólad? Abszolút nem érdekel. Abszolút. Ott van a baj, hogy amikor, ha az érdekel, hogy mások mit gondolnak. Ez olyan, mintha én meg szeretnék másoknak felelni. De hát akkor én meg nem vagyok önmagam. De azért, hogy mások mit gondolnak rólad, ezt volt, mikor keményebben fejezték ki. Ugye itt gondolok utcán, vagy mondjuk ilyen közösségi helyeken. Embereknek nyilván vannak véleményük rólam igazából, tehát ahány ember annyiféle vélemény. Szabad emberek vagyunk, mindenkinek megvan a
véleménye. Kaptam én már hideget, meleget, és igazán elég jól kezelem. Tényleg. Vállat vonok, mehetünk. Igen. De akkor te beleállsz egyébként ezekbe a dolgokba, vagy inkább hagyod? Régen beleálltam ilyen dolgokba, utána rájöttem, hogy felesleges. Felesleges. Mert mindig az ővé az utolsó szó. Aztán még órákat érted, elcseveghetnénk a vitával. Szóval, hogy nem érdemes. Az, hogy roma vagy, az mennyire volt meghatározó? Vagy ebből adódtak-e kellemetlenségek? Vagy nehezebb-e ma egy romának Magyarországon? Hát mindenféleképpen nehezebb. Nekünk mindig a dupláját kell bizonyítanunk. Régen zavart, viszont anya csinált egy ilyen cigányklubot, még az otthonba. Ez nagyon érdekes volt, hogy a gyerekek egymást cigányozták le. Tudod, két cigány. Ilyen cigány. Hát te is az vagy. Jó, tényleg. Szóval egy vicces volt nagyon. Aztán elhívott anya rengeteg költőket, festőművészeket, voltak orvosok, ügyvédek, hogy lássuk azt, hogy igenis belőlünk is bármi válhat. Igazából, és a kultúrát is megtanította nekünk, hogy igen, a cigány kultúra, az autentikus kultúra, az egy nagyon-nagyon mély gyökerekből van, és igenis tudnunk kell. Igen. Van neked ezzel kapcsolatban valamilyen feladatod? Hát nem is tudom, én csak csinálom a dolgomat. Én azt gondolom, hogyha tisztességesen csinálom a dolgomat, amíg adottak a lehetőségek. Én azt gondolom, hogy ezzel már bizonyítok a nem is a cigányságnak, mert én nem az a típus vagyok, aki kiállok, mint Tarzan, és veregetem a mellkasomat, hogy hello, cigány vagyok. Nem, én azzal tudom bizonygatni, hogy igenis normálisak vagyunk, és ugyanúgy minket is érdemes megbecsülni, hogy tisztességesen dolgozunk, és megálljuk a helyünket, és a környezetünkben lévőkkel szemben is. Beszéljünk egy kicsit a lemezeidről, a dalokról. Ugye az imént már említetted, hogy a Megasztárt követően, igen, ugye Presser Gáborral már elkészítettétek, vagy elkezdtétek az első lemezt készíteni, azért nem is vettél részt a turnén. Aztán ugye évente jöttek az első időben új anyagok. Mivel a sajtó és a médiát teljes mértékben kivontam az életemből, az nem jelenti azt, hogy nem voltam aktív. Sőt, nagyon is aktív voltam, rengeteg munka talált meg, és jobbnál jobb. Megcsináltuk az Ibolyán túl, ez egy önálló est volt. Az ment. Volt mellette egy saját zenekar, az is szintén ment. Gyakorlatilag végig aktív. Majd utána később a Kern András csinált egy filmet, ahol megkérte Presser Gábort, hogy énekeld már el nekem ezt a dalt. Majd Picibá úgy döntött, hogy ő úgy érzi, hogy ezt ilyen duettbe kéne, hogy az Olajbolyával megpróbálhatnánk, és így került képbe, így kerültem képbe gyakorlatilag, és majd szépen elkezdtünk dolgozni ezen a gyönyörű, ez 3 évig tartott ez a munka, mivel a jazz, nem is a jazz, hanem a chanson, a beat chanson, ez egy nagyon távol áll tőlem, ez egy egészen új stílus, és egy nagyon-nagyon nehéz. És az első fél évünk abból úgy telt, hogy gyakorlatilag tanultunk. És ez a 3 év meg úgy telt el, hogy gyönyörű szép anyagot csináltunk. 28 dalt. Szerintem több, de 28 van a lemezen. Mint a Vető Gábor fotós, ő csinálta a könyvet, és ez nagyon sok ilyen kortárs költőknek a verseik vannak megzenésítve. Tehát most, ami most így eszembe jut, az a Kántor Péter, Parti Nagy Lajos, Szépernő, Erdős Virág, Presser Gábor, szóval nem, most így nem akarom így felsorolni, de egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis történet. Igaz az, hogy mikor ez a lemez készült, vagy ezelőtt volt ez, mikor mondtad Pici bácsinak, hogy
dolgozzunk együtt, és igen, azt mondta, volt hogy nem. Ez a nyílt napok, a színház nyílt napok, és emlékszem, hogy ott üldögélt, és oda mentem. Eljött megnézni az egyik estemet, az Ibolyán túli estemet, és nagyon tetszett neki, és a láthatatlan kalapját megemelte. Fú, na mennyit kellett ezért várni, hogy megemelje, de mindegy, megemelte. Ez is, ez egy nagyon nagy dolog volt. Erre meg a sztár után, az első lemez után elengedett? Igen, szerette volna, ha megtapasztalok dolgokat, ami nem is volt rossz. És, de visszatérve, nem hiszem, hogy odaültem hozzá. Te figyelj már, pici bácsi, nem dolgozunk együtt? Szóval nem. Hát jó, ha nem, de azért gondold végig. Szóval, hogy így beszélgettünk, majd igazából egy ilyen másfél hét múlva felhívott, és már azért már volt ott 5 dal. Tehát azért, hogy nem. Szerintem az Ibolyán túl estén volt az, amikor így megfogalmazódott benne, hogy most jó úton vagyok. És akkor ezt csináltátok több évig, ezt a 28? Három év. Uh-huh. És az ilyen lemez... Ez a Volt, ami bolyka. Igen, a Volt, ami bolyka. Uh-huh. Igen, amiből most lesz majd december 19 és 20-án egy premier a Marcibányi művelődési házban igazából. Ez is hamarabb lett volna, csak most a jelenleg. Ez is hamarabb, igen. Igen. És akkor ezen a lemezen ugye különféle verseket vettetek elő, és ha jól tudom, akkor bele is nyúlhattatok, tehát engedték a szerzők azt, igen, hogy a szövegen is kurtítsatok, vagy hozzátegyetek, vagy igen, ugye igen. Például ezt a Volt, ami bolyka dalt, amit majd el is énekelsz nekünk, igen, nagy örömömre, ezt például Presser Gábor írta. Igen. Elég jól sikerült. Igen. És akkor ezt egy színházi esnek kell majd, tehát mint egy színelőadás? És színház. Tehát az lesz a címe ennek a darabnak, hogy a női posta. Itt több különbözőféle nőkről szól, akik hozzák be nekem a leveleket. És én felbontom és elolvasom. Vannak panaszlevelek, vannak vidámság, van egy udvarlós, tehát mindenféle típusú levél, de csak a nők. Ezért női posta. Igen. Ja. Említetted ezt az Ibolyán túl előadás sorozatot, és ez ugye az volt a jellegzetesség, hogy ez több helyre mentetek ezzel a produkcióval. Igen, nagyon sikeres volt, hála jó Istennek, nagyon szerették az emberek. Ez is egy nagyon komoly és nehéz est volt. Ez egy másfél órás anyag. Igen. Te azt szereted, hogyha a közönség közelében vagy? Ezt azért is kérdezem, mert... Szeretem az intim részt. Uh-huh. Jobban látom az emberek arcát. Kifejezetten egy ilyen est alatt. Látom, mikor egy kicsit így megzuhannak, és hogyan kell abból kizökkenteni, nem csak őket, hanem esetlegesen is önmagamat, mert az én is vagyok abban a mély állapotban. Nehéz, dolgozom velük. Tehát, hogy nem csak a dalukra figyelek, hanem az előadás módra figyelem a közönséget. Szóval minden olyan, ja, meg a zongoristámra is figyelni kell, persze neki is rám. Tehát ez ilyen nagyon érdekes, nehéz anyag. Ez is az oka annak, hogy szereted ezt az intim közeget, hogy például ilyen nagy koncertekre, arénában, nyilván voltál már, mint vendég ilyen helyen is, például Presser Gábornak ugye a koncertjén. Igen. Tehát, hogy ilyennekre nem vágysz? Nekem az a lelkemnek a sokkal jobb, ha egy körülbelül ennyi közeg. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy így is lehet szép maradandó dolgokat alkotni. Jó dolgokat. Olyan, ami megmarad az embereknek a agyukba, és azt mondják, hogy hú, de jó volt ez az este, köszönjük szépen, művésznő. Nincs mit. És ez egy tök jó. Volt olyan, aki úgy jött el, hogy engem nem is szeret. Én nem szerettem magát. Semmi baj. De örülök, hogy eljött, és tetszett. Igen. És én kellemesen csalódtam önbe. Hát ez is nagyszerű, akkor volt önnek egy szuper estéje. Szóval, hogy
hogy lehet ezt így is kezelni. Hát azért gondolom, vannak olyan emberek, akik a művészetedet, hogy tényleg egy kincs vagy, amit a bevezetőben is mondtam, azt elismerik, csak ugye halva, olvasva, ami a sajtóban megjelent rólad körítés. Miért ezért elítélnek, vagy elítéltek. És ezért fontos a személyes találkozás, hogy... Én azt gondolom, hogy ez már régen-régen elmúlt. Az emberek már másképp gondolnak rám. Másképp is viselkednek. Abban az időben tudatlan voltam. Nem ismertem azt a fajta világot, amiben belecsöppentem. Nem értettem. Nem értettem azt a fajta közvetlenséget. Nem értettem semmit. És nagyon gyorsan helyre kellett, hogy jöjjek. Igen. És ezt egyedül nem tudtam volna megcsinálni. Mellettem volt anya, úgyhogy kellett a segítség az, hogy tényleg a földön járjak. Igen. És hát most is melletted van. Így van. Mert hogy, hát mert mi van a menedzserekkel? Mert voltak itt menedzserek, akik jöttek, mentek. Nekem volt egy nagyon-nagyon-nagyon klassz kis menedzserem, a Gábor. Inkább csak így mondom a keresztnevét, Gábor. Ön nagyon-nagyon szerettem, és szerettük, de hát másokból kifolyólag szétváltak a útjaink. Utána nem volt. Utána csak kapálóztam, de nem hiszek én ezekben a menedzser dolgokban. Nem. Abban hiszek, hogy melletted van egy olyan ember, aki segíti az utadat. Ebben hiszek. Ilyeneket meg azért találtál. Van egy, igen. Van egy. Az is felmerül az emberben, hogy akkor neked nem számít a pénz. Nyilván ugye nagyon sokan vannak, akiknek az az elsődleges, hogy minél többet keressenek, minél több anyagi javat felhalmozzanak. Hogyha te 3 évig is dolgozol egy anyagon, és nyilván azután olyan lesz, hogy megnyaljuk a 10 ujjunkat. Nem akkor, a pénz akkor motivál. Mi van, de akkor mi van a 3 évben? Választottam. Akkor miből élsz? Nem azért választottam ezt a szakmát, mert hogy a pénz motivál, hanem azért, mert szerelmes vagyok ebbe a pályába. Szeretem a zenét, és az én első szerelmem az a zene. Mindig megsértem mindig a párjaimat, akik voltak, hogy mi az, hogy nem én vagyok az első. Nem, a zene az első. Persze úgy szeretek dolgozni, hogy azért élvezem is, és persze fizetést is kapok. Szerintem ez a normális. Az, hogy meggazdagodni, én soha nem vágytam a gazdagságra. Én arra vágyom, és vágytam, hogy igenis meg lehessen kényelmesen élni ebből a munkából. Amit én nem munkámnak tartok, hanem a szerelmemnek, úgyhogy... Említetted már ezt a Kastély minden című filmet, de volt egy musical is, az Ajdára gondolok. Igen. Itt, ahol ugye színészként is kipróbálhattad magad, és például Törőcsik Marit láttam nyilatkozni rólad, hogy ugye nagyon jóba vagytok, ez köztudott. Igen. Hogy azt mondta, hogy színésznőnek is jó vagy. Épp elmondtam még így az elején, hogy akkor vagyok jó, amikor nem tudom, hogy mit csinálok. Meg akkor, amikor magadat adod, nem? Ez nem tudom, mit csinálok, de az jó. Mindig azt mondják, na az a jó. Nem. Persze, hát belekóstoltam a színház életben, nem volt egyszerű. Legalább, hogy 4-szer el akartam szökni. Ez nem nekem való. Ez nem nekem. De mi volt benne a nehéz? A instrukciók, vagy a szövegtanulás? Vagy? Én nem vagyok színész, és... az tény, hogy a musical is ilyen, picit ilyen idegen volt, de hamar meg lehetett szokni, meg belerázódni. Hú, ilyen prózák, ilyen szerelmest kellett játszanom. Hát ez borzasztó. Hát ráadásul 2 jóképű Radamesről van szó. Furcsa volt, hogy néha mesztelenkedni kellett. Húha, ezt is sok mindenki néz. Hú, hát le kellett... Na, nehéz volt, nehéz volt. Még szoknyába is kellett próbálnom, ekkora cipőbe. Hát borzasztó, bezártam magamat a WC-be, így már 1/2 óráig könyörögtek, már rendezős. Ivikém, gyere ki, légy szíves, nem lesz semmi. Mindenre jól el az a szoknya. Hidd, de muszáj, mert hercegnő vagy, utána meg rabszolga vagy. Nem lehet ilyen tízén járni. Muszáj, egy hercegnőnek ki kell. Mondom, jó, oké, 1/2 óra után kinyitottam a WC-ajtót. Jó, egye fene.
esni. Na de erre mondják, nem, hogy hisztis vagy, hogy nehéz veled. Nem, meg se szólaltam, kérlek szépen. Mondom, hogy nem tudok menni, nem tudok közlekedni szoktál. Az tény, hogy meg kellett tanulnom, mert folyton ráléptem, és akkorákat estem, de megtanították azt, hogy fel kell húznom a szoknyámat, mert egy nő anna így, bötyj ki, aztán menni kell. Persze, hát utána egyszerűbb volt, de nem volt semmi ilyesmi. Tudta a Miklós, hogy Szurdi Miki, hogy azért én nem vagyok egy színésznő, és azért a gátlásaim sokkal nagyobbak, mint a színészeknek. De hát ezt is megoldottuk, úgyhogy utána már tök jó ment. Igazán az 50. előadáson ért be. 50 előadást kellett eljátszanom, hogy beérjek. Az rengeteg. Utána már akkor föleszméltem, akkor már a 150 előadást csináltam meg. Az is rengeteg. Tehát a lazulás a büfébe az nagyon jó volt. Az mindig. Nagyon vártam. Mindig a második felvonás az mindig röviden volt. És akkor nem is vágysz ilyen lehetőségekre? Vagy ha jön, akkor azért nem szaladsz el előtte, nem zárkózol be a büfébe? Nem fogok elzárkózni elő. Én nagyon-nagyon szeretnék még egyébként így a színházban így kipróbálni, nem csak musical, hanem egy jó vígjáték, mert ez én nagy bohóc vagyok. Bazony. Jó lenne egyszer egy olyan darabban is egyszer részt venni. Visszatérve még egy kis kanyara az énekléshez, ugye beszéltünk a mostani munkáidról, vagy a legfrissebb munkáidról. Az első két lemezed, az például platina lemez volt, de énekeltél te például Szenes Iván dalokat is. Tehát én ezt egy kicsit megcáfolom akkor, hogy nem jó, hogyha rád osztanak dolgokat, mert például ez a Szenes Iván dalok, azok nagyon is, hogy jól álltak neked. Én sokféle stílus szeretek, és szeretem magamat kipróbálni ezekben. Viszont Iván bácsi az egy nagyszerű ember volt, egy igazi, csupa szív, szeretett ember. Csak szeretni lehetett őt. Nagyon szép dolgokat írt egyébként. És volt egy dal, ami a Ki nem volt soha még, úgy szívből szomorú. Hát szerintem az meg egy csodálatos dal. Rengeteg olyan anyag jött ki az elmúlt év során, amíg ő élt. Csodálatos anyagok. Fontosak neked az elismerések? Ugye van belőle jó pár mindenféle. Van, ami mondjuk különösen kedves számodra ezek közül? Hát elismerések, hát nem is tudom, díjban. Díjak, ilyenekre gondolom. Nem igazán, nem. Ez nem motivált. Nekem egyfajta ölelés, és van, jól van, ipolykám, vagy jó vagy, anyám, ügyes voltál. Szóval ez nekem fontosan. Úgy érzed, hogy te megmaradtál az az ember, aki voltál gyerekkorodban, vagy tínédzserkorodban, vagy tehát, hogy a sztárság az mennyire szerintem változtatott? Szerintem Magyarországon nincs is sztárság. Vagy ha Amerikában élnék ki, akkor valószínűleg ott lenne. Ezek világsztárok, akik ott vannak. Pici országban picit népszerű emberke vagyok. Díjak nem érdekelnek, csak csinálom a dolgomat. Én dolgozni akarok, nem bohóckodni. A múltba mennyire szeretsz visszatekinteni? Ugye mondtad, hogy van, amiről nem lenne jó, ha beszélnénk. Meg ugyanez a kérdésem a jövővel kapcsolatban, hogy ez mennyire nem tudom, mit fontos. Hoz a jövő. Jelenleg most, hát van ez a női posta, és van emellett egy másik történet. Födő Sándor, akivel én most dolgozom, rengeteg dalokat írtam, és most már hangszereljük, és egy komplet, egy másik zenekar, egy kicsit vidámabb jellegű, tehát ahol be lehet vonzani egy picit a fiatalabbakat is, a 30-as, 20 éveseket is, és ezt január 31-én szeretnénk majd ebből egy debütáló koncert, vagy nem is tudom, milyen történetet megcsinálni. Tehát szóval vannak tervek gyakorlatilag, és persze van ez a női posta, ahol természetesen utaztatni szeretnénk, és mindenhová el szeretnénk jutni ezzel a történettel. Meg ahova hívnak? Lesz mit csinálni, hála jó Istennek. Ja.
És akkor ilyen távlati tervek, tehát azok még nincsenek meg. Mondjuk egy biztos, hogy szeretné még 60-70 éves korodban is élni. Természetesen, és azért este 10-kor már az ágyban lenni. Az nehéz egy előadónak, nem? Nem, mert igazából az estém az 7 órakor kezdődik, 9-re vége, és igazából már 10-kor már ágyban vagyok. És akkor nincs semmi levezetés? Hanem... Nincs semmi. Max megiszok egy dobos sört, ennyi. Azt hittem egy pohár vizet. Most, igen. Szóval ilyen vannak távlati tervek, de annyira előre nem szeretnék, mert ez sosem úgy sül el egyébként. Ahogy bemutattalak egyébként, ugye énekesnő vagy és dalszerző is. A saját szövegeid, dalaid azok mennyire jöttek már eddig elő, és ezzel kapcsolatosan milyen terveid vannak? Hát én inkább zenét szerzek. Szöveggel hadilábon állok. Vannak ezekre jó kapcsolataim, jó barátaim, akik nagyon-nagyon ügyesen tudnak szövegeket írni. Volt, azt hiszem, hogy az Elmerem mondani album az... Hát a 100%-ának a 95%-át azt én írtam. Én nagyon szeretek zenét írni, imádok, de az se úgy jön, hogy... De ez hogy működik nálad? Hogy jön ez? Nem tudjuk. Egyszer csak bekattal az a harmónia, és akkor fogom, felveszem, feldúdolom először a telefonra, majd jön még egy, majd azt is, aztán kiderül, akkor előveszem a gitárt, és akkor a történetből már lesz egy jó dolog. Nem tudom, ez csak jön. És igazából most a mostani történet is ez a vírus alatt volt, a koronavírus ideje alatt, hogy hát most oké, kötelező karantén mindenki, tehát minden leállt, hát akkor itt az ideje, hogy megcsináljuk az összes dalt. Úgyhogy igazából hasznosan telt el az a 3 hónap is. De ezt a dalszerzést, ezt nem tanultad sehol, ugyanúgy, mint az éneklést se tulajdonképpen, ugye? Azt se. Voltam Kőbánya Kispesten, ez egy ilyen rock suli, nem tudom minek mondják, a Póka Egon, ő az igazgatója. Nagyon szerettem a gyakorlati részét, abból nagyon sokat lehetett tanulni, viszont az elméleti részét azt soha nem értettem. Csak néztem, mint a bólogató János, érted? Persze. De hát mindig azt szokták mondani, inkább gyakorlat. Ha gyakorlat megvan, és ott folyik előtted minden egyes történet, egy stúdióban nagyon könnyen lehet tanulni. És akkor az éneklésnél se mondta meg senki, hogy mondjuk ezt ilyen technikával lesz lehet? De később igen. Később igen. Presser Gábor és Magyar Hajni. Nem. Van egy Magyar Hajni, ő egy nagyon-nagyon profi a csaj, és nagyon tud. De nem is tudtam, hogy nekem létezik rekeszizmom. Szóval légzésgyakorlat, meg van mindenféle technika igazából. Ezek elengedhetetlenek gyakorlatilag. Akkor... Azért első dalt elénekelsz, és akkor láttam én már olyat, első dal énekel, aztán már úgy elfáradt. Hát mondom, még csak az elsőnél van. Szóval még egy óra, másfél órás koncertet le kell neki tolnia. Akkor így születtél? Nem tudom. Jó gyökerek. Azt hiszem. Hogyan? No? Hát te is megmondod, nem? Hát no. Említetted, hogy nem szoktál szöveget írni, ezt a dalt, amit most elő fogsz nekünk adni, az elsőt, az anyának, annak a szövegét, azt nem te írtad? Nem én írtam, a Orbán Tamás. És úgy csináltuk meg, hogy én a zenéjét megcsináltam, és a Tamás meg a szövegét, de úgy, hogy leültünk, és végig ott voltam, miközben ő írta. Ezt azért csináltam anyumnak, mert soha nem fogadott el semmilyen ajándékot. Hát már ahhoz már nagy vagyok, hogy mindig rajzoljak, meg kifessek, meg mások. Persze, hát mindig felrakt az irodájában minden, és akkor mindig megkérdezték, mikor jöttek hozzá, hogy jaj, ezek az apró gyerekek rajzolták? Nem, ezek az apró gyerekek 22 évesek. Tehát úgyhogy egy kicsit nagyok voltak. Úgyhogy azt gondoltam, hogy egy ilyen történettel megajándékozom. Igazából nem először neki, agyumnak. Ő hallotta először,
ez az ő ajándéka, viszont minden anyáknak igazából szól ez a történet. Hát majd meghallják, hogy ennél szebb ajándék egy anyának nem kell. Szerintem. A másik dal, amit pedig el fogsz nekünk énekelni, ez a bizonyos Volt, ami Bojka. Ez nekem meg azért is tetszik. Tudod, miért tetszik ez a dal? Volt van az Ibolya virág. Hallottátok? Tetszett hallani? Nem baj. Szóval... Még hogy az elején megpróbálta leírni dalban, hogy milyen is. Az ott még az a vadóc történet volt. Most a Voltam Ibolyka, az meg egy olyan, hogy teljesen én vagyok. Tehát, hogy ilyen félelmetes, tényleg voltam duci, majd szétpattant rajtam a ruci. Ekkora fejem volt, úgy képzeljék el. Voltam egyszer, tartottam egy előadást, és oda jött hozzám egy 30 körüli hölgy, és azt kérdezte tőlem, hogy ne haragudj, már vége volt. Ha mindenki, ha remélem, hogy jól érezték magukat, és tényleg, hogyha van kérdésük, akkor nyugodtan kérdezenek, én bátran válaszolok, bármire válaszolok, senki. Hát akkor jó, akkor a hallgatás az azt jelenti, hogy minden oké, és fölálltam, elindultam kifele, és akkor volt egy hölgy, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy elnézést, el van nézve. Azt mondja, biztos, hogy maga az? Na, hogy érti ezt? Biztos, hogy maga Olay Ibolya? Én vagyok, drágám, csak egy kicsit el van hízva. El vagyok hízva, és a fejem is el van torzulva. Életemben nem volt ekkora fejem. De minden esetre voltam ilyen. Én ebben az időszakban találkoztam pici bácsival, és meg is egyeztem, hogy szép nagy fejem van. Tessék elkezdeni fogyózni. És akkor persze, hát igen. Ezt a második dalt, ezt a Volt, ami Bolygát úgy is akartam felvezetni, hogy amiről mi nem beszéltünk most, minden benne lesz ebben a dalban. Igen. Dalban gondolom, hogy könnyebb kifejezned önmagad. Egyszerűbb, igen. Hát másabb. Na, akkor mutasd meg nekünk, hogy jó, annyira izgulok most. Hát hiszik ezt nekem? Erős vár, bulunc szívemnek.
csak az erős vár volon szívemnek. S bármilyen nehéz volt velem együtt a múlt, tudd, hogy szeretlek. Jövöm a csak az erős vár volon szívemnek. S bármilyen nehéz volt velem együtt a múlt, tudd, hogy szeretlek. Mindig te voltál csak az erős vár volon szívemnek. S bármilyen nehéz volt velem együtt a múlt, tudd, hogy szeretlek. Evans, boldog anyák napját! Voltam erős, voltam gyenge, voltam szétes és összeesve, voltam csillag és voltam fecske, s voltam egy kislány eldobott teste. Voltam boldog, s voltam árva, voltam szabad, és voltam bezárva. Voltam én már majdnem minden, csak megfelelő fehér ember, az nem sosem. Voltam éhes, s voltam tuci, majd szétpattant rajtam a ruci. Voltam homeless, és voltam az őrsöm, voltam mátra, és voltam mörsöm. Voltam jól is, s voltam lázas, de sohasem nem voltam teljesen százas. Voltam hisztis, és voltam csendes, csak valahogy sosem voltam rendes. Megfelelő fehér ember, az nem sosem. Loptam virágot, kaptam piát, szúrtam az átkot, és lebegtem imád. Kussoltam, ne bántson a világ, de soha se kaptam amnestiát. Voltam doktor, s voltam beteg, voltam ócska, és voltam remeg. Voltam hős, és voltam gyáva, voltam piszkos, és voltam tiszta, csak megfelelő fehér ember, az nem sosem. Voltam fiúval, és voltam lányjal, kirándulni nagy hátizsákkal. Voltam veled, és voltam mással, szembe velem és a nagyvilággal. Voltam gazdag 26 percig, voltam szenya, és voltam erci. Voltam híres, és voltam porszem, s a végén maradtam egyszer magamban. Aztán lettem az, aki eddig, hogyha kellek, megmondom, meddig várok még. Hát, ha eljössz, s végre itt leszel, és azt mondod, gyere, Ibolyka, nekem még, te is jó, jó leszel. Ez volt a Pódium az Ózdi Városi Televízióban. Remélem, tartalmasan telt az elmúlt több mint egy óra. Ha van kedvük, jöjjenek el ide a beszélgetés helyszínére is. Jegyek az olvasó jegypénztárában ingyenesen igényelhetők. Legyenek nézőink legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!